a Kókas Együttes és Bereg Daróczi Pálinka, valamint turisztikai látványosságokat és programokat kínáló füzetek. Többek között ezek csalogatták a látogatókat Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyek közös standjához az utazás kiállításon. A budapesti Hungexpo március 1-e és 4-e között megrendezett, az ország és a kelet-közép-európai régió egyik legjelentősebb turisztikai seregszemléjén a két régió először mutatkozott be közösen. A közös stand megnyitóján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa hangsúlyozta, ez a fajta együttműködés jelzi azt az akaratot, hogy Magyarország állandó és jó szomszédi kapcsolatot kíván fenntartani Kárpátaljával. Grezsa István hozzátette, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács segítségével eddig is több programot finanszíroztak a magyarság történelmi és kulturális értékeinek védelme és bemutatása érdekében, ezeket a továbbiakban folytatni kívánják. A turisztikai tanáccsal együttműködve, szintén magyar kormányzati segítséggel igyekszünk tisztán tartani ezeket a területeket. Itt a tisztaság és köztisztaságnak egészen más fogalmai érvényesülnek, mint Magyarországon. Én azt gondolom, hogyha csoportokat utaztatunk a térségbe, akkor minimálisan elvárható, hogy többnyelvű információs táblák és egy kultúrát rendezett környezet várja a magyar turistákat. A kelet-ukrajnai háború Kárpátalján kedvezőtlenül hatott a turizmusra is. Ám az utóbbi időben a Kárpátaljára irányuló turizmus Magyarországon is megélénkült, újra vendégekkel teltek meg a falusi szálláshelyek Kárpátalján. A mostani közös stand is ezt a fellendülést kívánja tovább erősíteni, amelyben sokat segíthet, hogy a két régió közös, egymást kölcsönösen segítő turisztikai célpontként jelenjen meg a kínálatokban. A célunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kárpátalja együttműködés, hogy turisztikailag összekapcsoljuk, és közös csomagként tudjuk azt, turisztikai csomagként tudjuk azt kínálni a turistáknak, illetve a utazási irodák számára. Ez, hogyha esetleg valakinek az a cél, hogy Kárpátaljára ellátogasson, egy csoporton eljöjjön, utat szervezzen Kárpátaljára, akkor tegye be azt, hogy egy-két napot még itt vannak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a határmenti régiót megnézik. A kárpátaljai turizmus fellendülésében jelentős szerepet játszott a Rákóczi Szövetség 2016-ban indított utazási programja. Ennek keretében nyugdíjas, egyházi és iskolai közösségek utazhattak pénzügyi támogatással Kárpátaljára. A mi becsléseink szerint nagyjából 50-60 millió forintot hagyott ott csak az elmúlt évben az a közel 5000 ember, aki ennek a programnak keretében jutott el Kárpátaljára. És az anyagi támogatáson túl egy óriási erkölcsi támogatás az, hogyha oda megy egy magyarországi csoport, egy tantestület, egy egyházi közösség, találkozik az ottani emberekkel, megszorítják az ottani élő emberek kezét, és érzik azt, hogy tartoznak valahová, hogy fontosak valakiknek, és ennek keretében jól is érzik magukat, és megtekintik mindazt a történelmi és kulturális kincset, ami Kárpátalján található. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számára is kiemelten fontos, hogy egyre több turista érkezzen nem csak nyugatról, hanem Kárpátaljáról, illetve egész Ukrajnából. A megyei önkormányzat a turizmus erősítése érdekében számos fejlesztést tervez a közeljövőben. Útvonalakat fejlesztünk, gondolunk a középkori templomok útjára, vagy a tündérmezőre, de határon átnyúló programokban ezen dolgozunk, és a jövőben is tervezünk turisztikai útvonal fejlesztéseket, Szent László örökségére, a középkori templomokra és más egyéb kulturális természetörökségére alapozva, illetve a területi operatív programból is egy több mint 5 milliárdos turisztikai fejlesztés valósultunk meg, a megyei fejlesztési ügynökséggel karöltve, több mint 30 önkormányzattal, több mint 50 helyszínen. Az utazás kiállításon kiemelten volt jelen Vásáros Namény. A település, mint Bereg szíve, közel 2 éve építi turisztikai arculatát. Ennek keretében már elkészült a Gergely-Ugornyai Tiszaparton egy lapátos pihenő. Hamarosan pedig több mint 160 millió forintból egy közösségi pontot alakítanak ki ugyanitt. Aki kajakkenúval érkezik, majd kerékpárra pattanhat, a City Guide segítségével, amely megmutatja neki a térség látványosságait, megismerheti a tájat, bringára pattan, és bejárja a környéket, elmegy Csarodára, Tákosra, Tarpára, aki pedig kerékpárral érkezik majd erre az információs pontra, ő pedig vízre szállhat, és így járhatja be a térségünket. Filip Sándor azt is elmondta, Vásárosnaményban kiemelt figyelmet fordítanak a vadászati turizmusra is. Ennek eredménye, hogy 2021-ben a település lesz a vadászati világkiállítás egyik állomása.